Túléltem 100 napot egy egyblokkos Super Skyblockon. Azért Super Skyblock, mert tele van egyedi fegyverekkel, páncélokkal, varázspálcákkal, több szupererős bosszal, illetve egyedi gépekkel, amelyekből hatalmas farmokat lehet építeni. Ez a 100 nap alatt megküzdöttem több bosszal, illetve építettem egy nagyon egyedi bázist egy híres filmből. Az egyetlen földblokk, amin állunk, amúgy random tárgyakat dobál, hogyha ütögetjük, hogy most egy ideig ezt fogom csinálni. Na, ütögettem is elég sokat ezt a középső blokkot, és összegyűlt rengetegféle itemünk, ami nagyon király, ezeket el is fogjuk tudni majd adni. $1055 már összegyűlt, mivel azért, hogy kiütögettük ezt a blokkot, azért is kaptunk egy kevés pénzt. Viszont most átépítek ez a másik generátorhoz. Ez a generátor, ez egy ilyen úgynevezett érc generátor, annyi a lényeg, hogy ez dobál nekünk különböző érceket, viszont viszonylag kis eséllyel. Eleinte nagyrészt csak köveket fog dobálni, aztán a később évben, hogyha fejlesztjük, akkor majd sokkal jobb dolgokat, akár gyémántot is fogunk tudni innen szerezni. Úgyhogy most ezt a generátort fogom egy kicsit farmolni. Na, tovább is építettem a szigetemet, illetve lefarmoltam ezt a kőblokkot, mert 20 darab vasam összegyűjt, meg néhány koppert is kaptam. Na, először arra fogok rámenni, hogy minél több nyersanyagot gyűjtsek össze, és utána foglalkozok majd dizájnolgatásokkal. Amúgy kaptam 3 darab krumplit és 3 darab répát, amit le is ültettem, úgy tudtam ezeket megszerezni, megcsináltam pár darab ilyen küldetést, és a következő küldetésünk az lesz, hogy ezeket lefarmolgassuk. Illetve a farönköket is gyűjtögetem, és mindjárt meglátjátok, hogy miért. Na, de most magamnak veszem ezeknek a fa meg bőr cuccoknak a nagy részét, és beírom azt, hogy per spawn. És ide kerülünk egy ilyen gyönyörű lobbyba, ahol lehet kereskedni NPC-kkel, illetve vannak még itt egyéb érdekes dolgok, illetve itt lehet átmenni a Netherbe, meg egyéb dimenziókba. Itt például van egy olyan NPC, akinek el lehet adni itemeket, hát nem hiszem, hogy sok pénzt adna ezekért, de azért próbált megért, hát tényleg nagyjából semmit nem kaptunk érte. Az, ami nekünk sokkal fontosabb lesz, az viszont ez a falusi, mivel nála lehet földet vásárolni, szeretnék óriási farmokat építeni, úgyhogy vásárolok is belőle minél többet. Hát egyelőre 45 darabot sikerült. És az, ami még amúgy nekünk nagyon jó, az az, hogy a farönköknek darabját $20 el lehet adni, úgyhogy építek szerintem egy nagyobb fa farmot is. A fafarmunk már eléggé nagyon nőtt, és ki is farmoltam egy csomó farönköt, ami tök jó lesz nekünk. Illetve krumpliból és répából is sokkal több van. Viszont én ezt a farmot nem erre a szintre szeretném építeni, hanem a világ aljára, amit el is kellene, hogy kezdjek, mivel ezt ki fogom nőni hamarosan. Erre egy nagyon jó módszer, amit láttam, hát nem vagyok benne biztos, hogy ez így működik. Ó, hát ez nem így működött. Most csináltam ide egy obszidiánt, amit nem fog tudni kiszedni addig, ameddig nem szerzek magamnak gyémántcsákányt. Na, talán így, hogy most a lávát folyatjuk le először, és mellé rakom le a vizet. Igen, ez így pontosan úgy működik, mint ahogy én azt szerettem volna erre. Is. És így most már le is tudunk úszni a világ aljára, és fogunk is tudni ott építeni, úgyhogy ennek most neki is állok. És meg is építettem a jövőbeli farmunk alapját, ha bár ennél sokkal-sokkal nagyobb farmot szeretnék majd építeni, de egyelőre ennyi földem volt összességében. Viszont az a jó hír, hogy farmoltam több stack farönköt, és ugye beírjuk azt, hogy per sell items, akkor megkapjuk ugyanazt az inventory-t, mint amit az előbb a lobbyba láttunk, és ugye betesszük ide a farönkénket, akkor el is tudtuk adni több mint $5000, ami viszonylag sok. Ezt a parancsot viszont csak titán rangtól lehet használni, nekem pedig adtak a készítők ilyen rangot, amit nagyon köszönök nekik. De hogyha valakinek nincs ilyen rangja, akkor is bőven élvezhető a játék, ez nem egy ilyen pay to win szerver. Viszont ha beírjuk azt, hogy per buy items, így né, akkor viszont megkapjuk ugyanazt az inventory-t, ahol tudunk itemeket vásárolni, ami nagyon király. Meg is vettem annyi földet, amennyit csak tudok, hát több mint egy stack, olyan 102 darabot sikerült megvásárolnom, ez már egy nagyobb farmra elegendő lesz. Na, egyelőre ekkorára bírtam megépíteni a farmat, mivel folyamatosan kifogyok a földekbe, viszont ha megnézitek felül, akkor van egy Ender mágus event, ami pedig egy boss. Hát elég gyengék vagyunk ez a bosshoz, viszont ezt sokan kell legyőzni, és ha oda menjünk és csak belecsapunk egyet a fakardunkkal, már azt hiszem, hogy akkor is kapunk belőle lootot. Úgyhogy irány a spawn. Na, el is jöttem a spawnra, és hát már csak 53 másodperc van a kezdésig, és hogy jól tudom, valahol ott kell bemenni. Igen, de királyul néz ki. És mellettem nagyon fejlett játékosok vannak, úgyhogy nem izgulok. És meg is jelent a boss, és instant meg is haltam, de nem baj, még ameddig nem győzik le, addig vissza. És megpróbáltok belecsapni legalább egyet. Itt is van, gyerünk legalább egyet, de azt hiszem már sikerült talán belecsapnom. Ismételten meghaltunk. Jó, visszatértem, nem adom fel, jaj, nagyon sokat sebez. Hát le is győzték ezt a boss, viszont pont meg voltam halva, amikor legyőzték, úgyhogy nem kaptam vele semmit. Na, nem baj, menjünk vissza a szigetünkre. Most szerintem egy kis ideig a küldetéseinkkel fogok foglalkozni, most ki kell sütnem pár darab krumplit a következőhöz. És meg is van ez a küldetés. Kaptam hozzá ilyen random dolgokat, mint például teheneket, meg ilyen egyéb növényeket, amiket tudunk majd termeszteni. A következő viszont az, hogy készítsünk egy tortát, ami szerintem nekem most jelenleg túl bonyolult lenne, úgyhogy inkább folytatom ezt a fafarmot.
bővítettem is a fafaromat, és most annyi fa van leültetve, hogy elkezdünk fát vágni, tulajdonképpen soha nem hagyhatjuk abba, mivel gyorsabban nőnek, mint vágjuk. Viszont az, ami számunkra fontosabb lenne, az a lenti farm, mivel itt nem voltam már egy ideje, és akkor most megnézem, hogy mennyire nőttek meg a dolgok. Hűha, hát ahogy nézem, itt most rengeteg krumpli és répa van, úgyhogy ezeket először is learatom. Ma itt le is arattam mindent, és már rengeteg olyan dolog van, amit el tudnék adni. Több stack farunk van, amit elég és sokért tudunk eladni, viszont hagyok egy stack krumplit, meg egy stack burgonyát. Ebből a 8000 dollárból, amit ezekért kaptunk, venni fogok egy csomó földet, és bővítjük a farmot. És ahogy nézem, ebből azért eléggé nagyon sok földet tudunk elmenni. Két stack plusz 32-t, ami az is lehet, hogy már ez a terület is kevés lesz. Na hát itt vagyok egy-két nappal később, és már sokkal nagyobb lett a farmunk, az egyetlen egy nagy hátrány az, hogy slime box spawnolnak ide. De nem baj, szerintem a jövőben majd simán leszőnyegezem ezeket a részeket, és akkor nem fog ide semmi se beszpawnolni. Jelenleg 6 ilyen részből áll a farmunk, viszont én szeretnék egy körülbelül 10-szer ekkorát építeni, és már megmutatom nektek, hogy mire lesz szükségünk. Amúgy már viszonylag sok répát össze is szedtem, ezt el is tudnám adni egy nagyobb összegért, és újabb farmokat tudok belőle építeni. Szóval így exponenciálisan növekszik a termelésünk. Most kijöttem ide a lobbyba, hogy megmutassam nektek, hogy amúgy mire is gyűjtjük a pénzt. Itt van egy ilyen falusi, amely egyedi itemeket árul, és az eszközökön belül van itt 2 darab sarló. Eléggé drága, az egyik 100.000 dollár, a nagyobb az pedig már 250.000 dollár, viszont ezzel hihetetlen sebességgel tudnánk aratni a földjeinket, és hogyha lenne egy óriási földünk, akkor nagyon-nagyon megérné ezt megvásárolni. Ez 100.000 dollár, ez nagyon sok, viszont hogyha meg 10-szerezném a jelenlegi farmon méretét, akkor pillanatokon belül össze tudna gyűlni. Itt a generátorok és szigeteken belül pedig van egy blokk, ami a jövőben nekünk nagyon-nagyon fontos lesz. 1 millió dollárba kerül ez a műtrágya szóró, viszont ez egy full automatikus farm, ami automatikusan learatja a dolgokat, és automatikusan el is adja őket. Tehát konkrétan ez egy pénzgenerátor lesz, de hát erre még bőven nincs elegendő nyersanyagom. Amúgy itt az egyedi itemeknél rengeteg érdekes dolgot találni, mint például egyedi fegyvereket is, amelyeknek különleges képességeik vannak. Illetve egyedi páncélokat úgy szintén különleges képességekkel. Illetve vannak itt ilyen boss idéző tojások is, amelyek úgy szintén eléggé drágák, de olyan cuccokat adnak, amelyekből lehet craftolni még jobb dolgokat. Itt a spawn másik oldalán van egy ilyen egyedi barkács asztal, ahol egyedi fegyvereket lehet craftolni különleges képességekkel különböző dolgokból. És van egy ilyen, hogy fegyverfejlesztés, itt pedig fegyvereket lehet fejleszteni, hát jó drágám. Meg egyedi eszközöket is lehet itt javítani. Szóval kijelentetjük, hogy ez a legjobb Skyblock szerver Magyarországon, rengeteg egyedi cucc van benne, és elképesztően élvezetes. De visszajöttem a szigetemre, mert még eléggé sok mindent szeretnék megcsinálni, szerintem kivágom ezt az erdőt innen, eladom a belőle jövő blokkokat, illetve farmolok még egy csomó cobblestone-t, és hát megpróbálom folytatni a farmomat. És már viszonylag nagy a farmunk, és ugye megnéztek, már van 30.000 dollárunk. Igen, mondtam, hogy ha bővítjük a farmunkat, akkor hihetetlen sebességgel fogjuk így gyűjteni a pénzt. Azt viszont meg akarom nézni, hogy esetleg használtan árul-e valaki ilyen kapát olcsóbban. Ki is jöttem ide a lobbyba, és itt van egy úgynevezett játékos piac, ahol használt itemeket lehet vásárolni. Na itt találtam egy fejlesztett sarlót, viszont 11 millióért árulják, ami nyilván nevetséges ár. És ahogy nézem, ez is az egyetlen ilyen sarló, amit árulnak. Na de mindegy, hogy pár aratás is meg lesz nekem is a 100.000 dolláron, viszont addig kicsit jobban szétnéznék itt a lobbyba. Szóval itt egy endportál, amire hogyha rákattintunk, akkor be tudnánk menni, viszont 10-es szintűnek kellene hozzá lennünk. Jelenleg 2-es szintűek vagyunk, ami bőven nem elég, de elméletileg, hogyha építek valamilyen XP farmot, akkor az segíteni fog nekünk, hogy folyamatosan fejlődjünk. Illetve itt van a Nether portál, ahol 5-ös szintűnek kell lenni, ez annyira viszont nincs messze, szóval egy XP farmot majd készítenem kell. Illetve ahogy nézem, itt 5-ös szintől be lehet menni ebbe a bányába is, ahol nem tudom, milyen ércek vannak, ott van arany meg szén, nem tudom, mennyire hasznos ez. Na de mindegy, szerintem visszamegyek a szigetemre és folytatom a farmolást. Szerintem ugyanazt fogom folytatni, mint eddig, farmolok néhány fát, innen addig megnőnek lent a répák, és eladok mindent, és szerintem 2 aratáson belül már meg is lesz nekem a 100.000 dollár. És ahogy látjátok, hatalmasra bővítettem ezt a farmunkat, eléggé sok pénzembe került, de rengeteg pénzt is termel. Ha megnézitek, már most 100.000 dollárom van, és még van itt nálam egy csomó répa, ezeket is eladom, nézzük meg, még 11.000 dollárt kaptam érte. Illetve egy sok gyapjút is kellett vásárolni, hogy spamproof-fát tegyem a slime-okkal szemben. De mindegy, most kijöttem a lobbyba, és akkor megvásároljuk végre azt az eszközt, amit szerettem volna. És így 100.000 dollárért meg is vettem ezt a sarlót. Na viszont meg is mutatom nektek, hogy mire jó ez a szuper kapa, hogyha kattintunk vele egyet, akkor egy kis távolságon belül leszedi az összes megnőtt répát. És
ígyni pillanatokon belül egy full inventory-nyi répát kiszedtem, úgyhogy a legtöbb meg se volt nőve, ami elképesztő. És nézzük meg, pár perc alatt 18 ezer dollárt szereztünk. Jó, kicsit farmolgattam, és már megint 62 ezer dolláron vagyunk, mondtam, hogy ez a farm ez nagyon-nagyon effektív, egy kicsit várni kéne, hogy jobban megnőjenek a répák, és megint folytatni. És kicsit utána kérdeztem itt a cseten, hogy mi mire jó, és van egy ilyen úgynevezett mob sebző generátor, és hogyha ezt meg tudnánk venni, akkor tulajdonképpen lenne egy monster trappünk. 250 ezer dollárba kerül alapból, viszont fejleszteni gondolom több millió lenne, úgyhogy erre most összegyűjtünk, aztán építek egy kis mob farmot először. Úgyhogy csinálom azt, amit eddig csináltam, kivágom ezeket a fákat, aztán pedig learatom a renti farmot. És farmoltam is rengeteget, már 171 ezer dollárnál tartunk, viszont még egy csomó idő még lent megint megnőnek a répák, és hát most vághatnék fákat, de a fák nem adnak túl sok pénzt sajnos. Viszont hogyha itt körülnéztek, hát ez a jelenleg a bázisom, és eléggé borzasztóan néz ki, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy elkezdjem megépíteni a jövőbeli bázisomat, ami nagyon különleges lesz. Rengeteg világos szürke betont, illetve követ fogok vásárolni, jó lehet, hogy még az elején bányászom majd. Méghozzá azért, mert én ilyen Star Wars témájúra szeretném majd megépíteni a jövőbeli bázisomat. Illetve a videó közepén szerintem azt is megmutatom nektek, hogy hogy tudunk repülni, de azért van, mert titán rangom van, ezt idáig direkt nem használtam, csak hogy megmutassam nektek, hogy mindenféle rang nélkül is tök jól lehet itt boldogulni a szerverem. Viszont én most a repülés jogát használni fogom ennél az építkezésnél, mert egy kicsit egyszerűbb lesz, de amúgy enélkül is simán meg lehetne építeni. És ugye majd, hogyha közben lent megnőnek a répák, akkor azokat is learatom. Ezt a fafanot pedig szerintem teljesen le fogom bontani, illetve innen nagyjából mindent és mindent be fogok majd költöztetni az új bázisomba, habár az még nagyon sok idő, mire kész lesz. Több óra játékkal később már a 29. napon tartunk, és megépítettem a bázisom alapját, ami egyelőre még nem egyértelmű, hogy mi lesz, de ez egy csillagromboló lesz a Star Warsból. Körülbelül az egynegyede van kész, viszont úgy voltam vele, hogy most itt vagyunk egy Super Sky blokkon, ahol meg tudunk vásárolni ilyen király építő blokkokat, akkor csak nem egy átlagos bázist építek. Már csak ez az alapja ez több 10.000 dollárba került, viszont 484 ezer dollár sikerült összegyűjteni, nem csak abból, hogy farmoltam lent a répákat, tehát én azt gondolom, hogy bőven visszajön. Ennyi pénzből majdnem kétszer meg tudnám vásárolni ezt a mob sebző generátort. Viszont arra jöttem rá sajnos, hogy spawnerekre is szükségünk lesz. Igen, ez jó későn sikerült észrevennem, viszont ez a spawneres megoldás ez sokkal fenntarthatóbb lesz. Illetve vannak spawnerek, amik nem is olyan drágák, például a zombie spawner az 75 ezer dollár darabja, abból mert mit tudom, hogy veszünk 4-et, az már bőven elég lenne. De folytatom is ezt a csillagrombolót, úgyhogy legalább a fele készen legyen, azért, hogy kirajzolódjon körülbelül, mekkora lesz, hogy hol lesz majd a raktáram. Mert valahogy a raktáram közelébe szeretném majd megépíteni ezt a farmot. Méghozzá azért, mert ahhoz, hogy a spawnerek működjenek, ahhoz viszonylag közel kell lenniük a játékosokhoz, és ugye már egy játékos általában a raktár szobájába tölti a legtöbb idejét, amiért, hogyha ahhoz közel van egy ilyen mob farm, akkor folyamatosan fejlődnénk. De mindegy, ez csak a jövő zenéje, folytatom az építést. És hát a bázisunknak már több mint a kétharmada készen van, már csak a tetejét kell befejezni, viszont mielőtt befejeznénk, én szerintem elkezdek beleköltözni, illetve mivel már 822 ezer dollárt sikerült összegyűjtenem, emiatt szerintem meg is vásárolom a következő dolgainkat. Amúgy ez a csillagromboló elképesztően jól néz ki hátulról, csak ezt figyeljétek, és még nincsenek is berakva a hajtóművek. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez az épület, én nem bántam meg, hogy ebben a nagy projektbe vágtam bele, még akkor sem, hogyha ilyen sok napot elvitt így a survivalünkből. Csillagrombolónak a közepén van egy ilyen dokkoló rész, itt szoktak beszállni a hajók, szerintem ez valamilyen szinten meg hagyom, ez lesz a bejáratunk. Lehet, hogy meg kicsit elfedem az oldalát, hogy kisebb legyen, és itt elő lesz a raktár részünk, és mondjuk a raktár rész akár így idáig is tarthat, és így a hátuljába szeretnék majd farmokat építeni. Úgyhogy szerintem én most ki is megyek a spawnra, veszek pár darab kaját először, mert már nem tudok sprintelni. És szerintem meg is veszem ezt a mob sebző generátort először, ez egy nagyon drága beruházás 250 ezerért, és veszek mondjuk 2 darab zombie spawnert így első körben. Most csak így tesztképpen leteszem ezt a blokkot, hogy lássuk, hogy körülbelül hogyan működik. Szóval, ahogy nézem, ez 10 másodpercenként aktiválódik. És hát így egyes szinten nem olyan egyértelmű, hogy akkor ennek most mekkora a hatóköre. Azt írja, hogy szintenként plusz 2-vel növekszik, és még 4-et tudunk rajta fejleszteni. Úgyhogy valószínűleg jelenleg eléggé kicsi, nem baj, szerintem felszedem, és építek valamilyen fajta kezdetleges farmot. És meg is építettem a legújabb farmunkat, amit én meg is mutatok nektek belülről, hogy pontosan hogy néz ki, van bent két spawner, és rengeteg zombi, és hát szépen lassan ez a mobsebző generátor megöli őket. A probléma az, hogy ez a mobsebző generátor jelenleg nagyon-nagyon lassú, emiatt szerintem nyomok rá egy darab fejlesztést. És következő ez már 500 ezer, szerintem ezt jó sokáig nem fogom fejleszteni, ez a 150 ezeres még belefér. A probléma az, hogy így nagyon keveset sebez, de így most már egy picit többet fog. És itt a profil menüben látszik, hogy kettes szintűek vagyunk, és mennyi kell a következő szinthez, és egyre-egyre kevesebb kell, tehát folyamatosan gyűlik az XP-nk, úgyhogy ezzel a farm
karval most már folyamatosan fejlődni fogunk, illetve szerintem elkezdek üldetéseket is csinálni. Amúgy ez a Skyblock a Woodcraft szerverén található meg, ahova ti is fel tudtok jönni a következő IP címen. Tört Minecrafttal is fel lehet jönni, úgyhogy ez egész teljesen ingyenes. Építettem is ide kettő kicsi karámot, és ide leteszem a teheneket, amelyeknek tehén idéző tojás a nevük. Igen, mert lehetileg így van elnevezve maga a tojás, ide pedig egy csirkét, aminek csirke idéző tojás a neve. Na közben meglettünk hármas szintűek, meg itt megnőtt az összes répa, úgyhogy ezeket learatom. Na learattam a földet és 378 000 dollárunk van, ami tök király, mert körülbelül visszaértünk oda, ahol most kezdtük. A következő célom viszont egy ilyen műtrágya szóló megvásárlása lesz, ami 1 millióba kerül. Kis, de viszonylag nagy cél, de szerintem azért össze fog ez is gyűlni bőven. Na de én akkor szerintem építem is tovább a bázisomat, folyamatosan fejlődni fogunk ennek a mobsebző generátornak köszönhetően, illetve itt a küldetésekre is kicsit rá fogok koncentrálni, az állatokkal is foglalkozok, illetve ha megnő a répa farmom, akkor azt learatom, hát pont úgy, mint ahogy eddig csináltam. És be is fejeztem a csillagrombolót, ami eléggé sok nyersanyagunkat felemésztette, viszont nézzük meg kívülről. Hát szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, mondjuk ezt a dizájnt ezt nem én építettem, ezt egy tutorial videó alapján építettem, nehogy azt higgyétek, hogy én szabad kézzel ilyeneket építek, viszont ahonnan a legjobban néz ki, az így hátulról van, viszont magukat, a hajtóműveket még nem töltöttem be. Amúgy szerintem nagyon jól fog neki állni, szóval így ezzel fogom kiépíteni. Na jó, van, egyet be is építettem, és szerintem eléggé királyul néz ki, szóval ezt fogom alkalmazni. És már le is tudnánk menni a Netherről, viszont előtte fel kellene kicsit fegyverkeznünk, mert nagyon-nagyon veszélyes odalent. Meg kellene vennem ezt a teljes Halloween setet, ami több mint 100 000-be fog nekünk kerülni, de kénytelen vagyok. Viszont ezt figyeljétek, milyen buffokat ad, olyan regenerációt ad, és annyi plusz életet, hogy nagyjából halhatatlanok vagyunk. 246 életünk van, igen, elképesztő. Itt ami rengeteg más egyedi képességgel rendelkező páncél van, de így a Netherhöz ez lesz nekünk a legjobb. És emellett én megveszem a legolcsóbb karot, ami az a végzett penge, ami úgy szintén 30 000 dollár, ami borzasztóan drága, de kell valami fegyver nekünk. És nagyon gyorsak lettünk, és extrém regenerációnk is van. Viszont az a probléma, hogy a Netherben még ez is egy ilyen nagyon-nagyon kezdő cucc. Na mindegy, itt most átjöttem, és megnézhetitek, hogy milyen brutálisan sokat sebeznek az itt levő mobok. A Nether az nem olyan, mint a normális világban, amit ilyen szigetek vannak, és ki lehet bányászni egy-két dolgot, szóval ez egyáltalán nem olyan, mint ti azt gondolnátok. Viszont itt fogunk tudni majd a jövőben megküzdeni egy bosszal is, ami hát nagyon-nagyon veszélyes lesz, meglátjuk majd, hogy sikerül. Nekünk arra a szigetre kellene elutaznunk, és hát remélem, hogy nem fogunk instant meghalni, amint lemegyek ebbe a bar. Viszont ezek a torszörnyek valószínűleg brutálisan erősek. Kicsit sötét van bent, úgyhogy a másik kezembe teszek fákját, és így ezzel világítok. És itt vannak szólszendek, ezeket így össze tudjuk magunknak szedni, ahogy nézem, 3 darabot ad egy ilyen forrás, és ebből nekünk rengeteget érdemes farmolni, mivel nagyon drágán el lehet adni, és nagyon jó farmokat lehet belőle építeni. Meg amúgy Nether kvarcok is vannak itt, ezeket is elhozhatom, mert miért ne. Ahogy nézem, minden lentről még Ancient Debris is lehet szerezni, csak nekem még nincsen gyémánt sárkányom, úgyhogy ezeket egyelőre nem szedem ki. Na jó, van, ki is farmoltam több mint 2 stack szólszendet, majd az egyik az ilyen soul, a másik a soul sand, de elméletileg mind a kettő jó lesz nekünk. Úgyhogy megyek tovább és felfedezem a többi szigetet is, hát ha ott lehet valami jó dolgokat farmolni. Megtaláltam a Wither King Dungeon-t, amihez 10-es szint kell, és hát remélem még ebbe a videóba elérjük a 10-es szintet, és akkor meg tudom próbálni legyőzni. Magma blokkot sikerült találnom itt ebbe a nagy toronyba, ami ott volt előttünk, viszont ezt annyira nagyon nem fogom farmolni, mert nem lesz számunkra annyira hasznos. Viszont ahogy nézem, itt a Nether kapunál van egy ilyen árus, ahol lehet venni alvilági bibircsókot, ami nem rossz, mert elméletileg, hogy ezt farmoljuk, azért sok pénzt kapunk. Igen, mert az eladási ára az 25, ami több mint a répának, mert a répának csak 15, úgyhogy szerintem ebből veszek párat. Viszont szerintem itt az ideje visszatérni a spawnra. Méghozzá azért, mert a játékos piacon meg akarom nézni, mennyire megy a lélekfogomok, és ahogy nézem, ilyen 6 milliókért árulják. Hát jó, azt nem nagyon vásárolták meg, de gondolom, hogyha olcsóbban feltenném, akkor megvásárolnák. Viszont szerintem először inkább építek egy kisebb Nether Ward farmot magamnak, és akkor esetleg utána, hogyha még szerzek soulsandet, és azt érzem, hogy nem éri meg annyira farmot építeni belőle, akkor eladom. Ha fogom a farmot építeni, akkor az körülbelül így lesz, de persze csak annak függvényében, hogy ezzel a sarlóval le lehetem majd alatni, hogyha megnő maga a Nether Wartunk. Egy dolog viszont biztos, hogy visszamegyek a Netherbe és megpróbálok még több Nether Wartot vásárolni, egy kicsit nagyobb farmunk legyen belőle, illetve megpróbálok még majd Soul Sandet szedni a jövőben. Jézusom, én csak most nézem itt a Netherbennél, a Piglinnél van egy ilyen napi csomag, amiből automatikusan 32 Nether Wartot kapunk. Na mindegy, én ezeket mindenképpen leültetem, és itt meg is mutatom nektek, hogy szólszóra nem lehet leültetni sajnos. Már adtam a répa felre, csak hogy nőjenek itt az alvilági bibircsókok is, és ezt nézzétek. Megnőtt egy-kettő, és hopsz, az leesett a semmibe. De a lényeg az, hogy működik ez a kapa, ami nagyon király. Az azt jelenti, hogy ebből szerintem egy nagyon nagy farmot kéne, hogy építsünk. Hiszen nem elég, hogy az alvilági bibircsókot sokkal drágábban el tudjuk adni, mint a répát, de emellett sokkal gyorsabban is nő. Tehát tudnánk építeni egy
akkora farmot, hogy mire learatnák az egészet, addigra visszaérnénk az elejére, és már megint meg lenne nőve az eleje. Úgyhogy jövőben mindenképp ezt fogjuk farmolni. Azt viszont nem tudom, hogy ezzel az 1 millió dolláros műtrágyaszóróval lehet-e majd azt farmolni. Régebben építettem már vele egy gigantikus répa farmot, de jobb lenne a világi bibircsókkal is, mindegy, majd kipróbáljuk. Viszont szerintem farmolok még több szolszenet, meg amúgy eltelt itt a való életbe azóta egy nap, szóval napi csomagot megint le tudom kérni, így kaptam pár potit meg a világi bibircsókot. Most farmolok egy picit többet, megpróbálok összeszedni, mit tudom én, egy 2 stack szolszendet. Hát nem is 2 stacket, hanem 4 stack szolszendet gyűjtöttem össze viszonylag sok időt, illetve egy ilyen teljes lélekszetet összeszedtem, szóval ezek a tridentes emberek, akiket itt megölök, ezek a dobálnak néha ilyen páncéldarabokat. És ha nem egy túl erős páncél, de azért kiállítom majd, mert ez is valamilyen erekének számít, gondolom. Viszont ebből a 4 stackből szerintem egy stacket felteszek valamennyiért, és megnézem, hogy megvásárolják-e. Beárasztam itt 3 millióra, és emlékeztek, hogyha igen, hogyha beírtam azt, hogy per market sell 3 millió, akkor elvileg fel is töltötte a piacra, és hát meglátjuk, hogy megvásárolják-e. Úristen, ez a gombi 11-22, mint hogyha azonnal megvette volna, mert itt az van, hogy vásároltak tőlem egy tárgyat a piacon. Nem, itt le kell kérni a pénzt itt a marketen belül, ahogy nézem. És meg is kaptuk a 3 milliót, ami tök király, ezért ez egy sokkal egyszerűbb módja a farmolásnak, úgyhogy ezt tudom nektek ajánlani. Új emberek, most akartam elkölteni az új 3 millió dollárunkat, viszont úgy nézem, hogy van egy Ender Mágus Dungeon, amire gyorsan felmegyek, most lejöttem az előbb, és pont most jöttem fel, úgyhogy ezt el akarom csípni, és nézzük meg, igen, még bele tudok ütni, és még van azért elég sok élete viszonylag, úgyhogy ez tök király. Most már azért sokkal jobb szettünk van, úgyhogy remélem, hogy most már fogok kapni ennek a lootjából, és szinte semmit nem sebzett most belém. És már nagyon jól állunk a harccal, az Ender Mágus már át is alakult egy ilyen Enderman fejé, ami egy ilyen nagy kocka. Ez sokkal erősebb, mint az első verziója, és meg is haltunk, szóval itt már nagyon kell vigyázni. De az Ender Mágus legyőztük, viszont nem sikerült Dungeon Shardot szereznem, de ez egyáltalán nem meglepő, mivel eléggé gyenge szettem van, meg a kardom se annyira erős, és valószínűleg nem sikerült elegendő sebzést belevinnem ahhoz, hogy én is kapjak belőle. No, de nem probléma, mivel most megveszem ezt a műtrája szórót végre, és utána is néztem, és lehet alvilági bibircsók farmot is farmolni ezzel, ami nagyon-nagyon király, ez egy hatalmas pénzforrás lehet nekünk a jövőben. Aki nem látta a régi Woodcraftos videóimat, az nem tudhatja, hogy ez a műtrágya szóró ez mire jó pontosan. Leteszünk mellé egy ládát, és tulajdonképpen egy eléggé nagy területen automatikusan leszedi a megnőtt növényeket. És nem csak a növényeket, hanem akár az alvilági bibircsókot is, és utána lehet mellé rakni egy eladó ládát, és el lehet automatikusan adatni vele. Szóval, ha ez a blokk köré építek egy nagy farmot, akkor azt automatikusan learatja folyton, és el is adja, ami nekünk egy passzív pénzforrás. Úgyhogy ide lentre szerintem el is kezdek egy műtrágya szórós farmot építeni, elkezdem ilyen alvilági bibircsókkal, de nincs elegendő szolszendem, úgyhogy valószínűleg úgy gyorsan el fog fogyni, és utána pedig ilyen répa farmokkal fogom folytatni. Na itt már kirajzoltam a farmnak az alapját, azért pont ekkora lesz, mert ez a maximum hatótávolság, amit ez a középső blokk tudni fog majd. Viszont nem ezen az első szinten, tehát fejlesztenünk kéne, viszont 5 millióba kerül, úgyhogy miután ezt megépítettem, most videón kívül elmentem és szedtem egy csomó szolszendet. És hogyha megnézzük a piacon, akkor a legolcsóbb szolszendek is ilyen 10 millió per stackért vannak fent, tehát meg azért van itt ilyen 9 millióért is, meg lehet picit olcsóbban is, de nagyon drágán adja mindenki. Ami azt jelenti, hogy én felraknám mondjuk 8 millióért vagy 7 millió 500-ért, akkor az bőven a piaci ár alatt lenne, és elméletileg viszonylag gyorsan megvennék. Úgyhogy fel is rakom 7 millió 500 ezerért, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt kell el. Az se baj, hogyha mondjuk várni kell rá, mit tudom én, pár órát. Mivel így azért jóval több pénzt kapunk érte, az előbb 3 millióért adtam el, és nem csodálom, hogy ilyen gyorsan megvették, sőt, már is megvették tőlem, hát ezt el se hiszem. Szerintem ezt megint kicsit aluláraztam, hogy ilyen gyorsan megvették, de tök mindegy, fejlesztem most ezt a generátort, és 25 millió a következő szint. Hát szerintem, hogyha én ezt a fejlesztést is akarom, akkor kénytelen leszek eladni ezt a 3 stack szolszendet is. Mindegy, szerintem most mindegyiket felrakom olyan 8 millió 500 ezerért. Hát talán mégsem, mert 8 millióért van fent egy stack. Felrakom inkább ilyen 7 millió 900 ezerért, és meglátjuk, hogy ennyire el kell. És meg is vásárolták már ennyiért, jó, akkor a következő. Felrakom 8 millióért, és megnézzük. És ezt is megvették. Az utolsó stacket szerintem felrakom 8 millió 500 ezerért, megnézzük, hogy annyiért megveszik-e, hogyha nem, az se akkor a baj. És ezt is megvették tőlem, úgyhogy le is kérem ezt a pénzt, és 29 milliónk van, igen, sokkal effektívebb így pénzt farmolni, mint a répákkal, viszont ameddig még nem tud az ember lemenni a nőrbe, azaz még nincs meg az ötös szintje. Addig végül is az se rossz pénzszerzési forrás, de szerintem fejlesztem is max szintre a generátoromat, ami azt jelenti, hogy már ezeket az alsó szinteket is le fogja farmolni nekünk, ami nagyon sok pénzt fog jelenteni. Hát igen, erről beszélek, ezt így 3 aratással gyűjtette nekünk ide, ami azt jelenti, hogy kellene vásárolni egy eladóládát. Egy eladóláda az 500 ezer dollárba kerül, viszont ha letesszük a generátorunk mellé, akkor automatikusan el fogja adni a benne levő itemeket, viszont csak az eredeti értékük 75%-áért, viszont az is nagyon jó. Tehát ezt így letesszük mellé, és akkor mostantól már nem kell ilyenekkel foglalkozni. Na de mindegy, szerintem én akkor most tovább építem a farmomat. Yeah.
És tovább is építettem a farmomat, most már azért egy eléggé nagy méretű, viszont egy problémával ütköztünk, még pedig abba, hogy ezek az eladó ládák nem elég nagyok. Már 2 darabot is lehelyeztem, viszont hiába vettem még 2 darabot, ezeket már nem tudom letenni, tehát 2 darab eladó ládát lehet letenni egy ilyen műtrágyaszóró mellé maximum. A probléma az, hogy ezek nem elég gyorsak, hogy eladják az összes növényt időben. És nem lehet fejleszteni magukat az eladó ládákat, hogy gyorsabbak legyenek, emiatt az egyetlen megoldás az, hogy akkor most kezdek egy újabb farmot, hogyha még szeretnék bővíteni. Amúgy eléggé gyors ez a farm, ez most jelenleg 2 percenként 40 000 dollár termel, ami percenként 20 000 ugyebár. És látszódik is a pénzemen, hogy már megint 3 600 000 van, úgyhogy vettem 4 darab eladó ládát, amik együtt azért 2 millióba kerültek. Viszont nem mondanám én ezt kidobott pénznek, szerintem veszek még egy műtrágyaszórót, és akkor építek egy újabb farmot. Szóval akkor elkezdek még egy farmot így pontosan emellé megépíteni. És most itt vagyok a farm építések közben, viszont az Endermágus dungeon megnyit, úgyhogy most megpróbálok végre egy dungeon shardot szerezni. És le is spawnolt az Endermágus, most megpróbálok bele annyi sebzést belevinni, hogy mindenképp adjon nekünk is shardot. És legyőztük, és sikerült, kaptam egy dungeon shardot. Igen, ez nagyon jó, mert ezt el lehet adni nagyon sokért a játékos piacon. A legolcsóbb dungeon shard is 48 millió dollár, úgyhogy szerintem eladom pont ennyiért. És fel is rakom 48 millióért, hát kíváncsi leszek, hogy megvásárolják-e, vagy hogyha igen, akkor mennyi idő alatt. És meg is vásároltak tőlem, hát nem is gondoltam, hogy ez ilyen kevés idő alatt meg lesz. Így nép pénz lekérés, és Jézusom, 51 millió dolláron van. Ez azért az egészen brutális. A dungeon shardok amúgy azért ilyen értékesek, mert ebből lehet megcraftolni ezt az Ender mágus páncélzatot, viszont rengeteg dungeon shard kell, szóval a melvérthez 10 darab kell, a fejhez 12, a nadrághoz 8, és még a cipőhöz is 8, hát az eléggé nagy mennyiség. És ilyen Ender mágus eléggé ritkán spawnol, úgyhogy ezért vásároljak meg általában ilyen horror áron ezeket a shardokat. Na de mindegy, szerintem én akkor most itt tovább építem a farmom. És építettem is még egy farmot az előző elé, a probléma az, hogy kikreshet a játékom közben, miatt a timelapse fele elveszett sajnos, na de nem probléma, a 72. napnál tartunk, és pontosan ugyanakkor ez a farm, mint az előző. Láthatjátok, hogy csak 25 millió dollárommal hiába adtam el a dungeon shardot, viszont ez azért van, mert felfejlesztettem ezt a farmot is maximum szintre, illetve ezt nézzétek, felfedeztem azt, hogy ha leteszünk még egy eladóládát alá, akkor az simán elfogadja a farm, és ugyanúgy működik, szóval egy picit nagyobbra meg lehet csinálni ezeket, mint én eredetileg gondoltam. Nem is ez a maximum méret, szerintem még 1-2-3 sort esetleg le lehetne tenni, viszont a maximum méretet értelmetlen megcsinálni, mert annyit nem bírnak el az eladóládáink. Ezekből a műtrágya szórókból, amik tulajdonképpen az egész farmnak az alapját adják, 16 darab lehet egy szigeten, szóval még másik 14 ilyen farmot tudnék építeni, úgyhogy hatalmas termelésre is képesek lennénk, viszont most nem ezt szeretném. Most egy picit másfajta farmot szeretnék következőnek építeni, ami úgy szintén elég sok pénzt fog nekünk termelni, viszont full másképp működik. Ahogy láthatjátok, lehet ilyen ércgenerátort vásárolni, ami nagyon király, szerintem ebből vásárolok így kezdésképpen 5-öt, csak hogy megmutassam nektek, hogy hogy működik. Illetve van olyan, hogy blokk kiütőgép. Ez azért nagyon érdekes, mert ez működik az ércgenerátorral is, tehát az ércgenerátort automatizálhatjuk tulajdonképpen. Illetve kelleni fog még egy ilyen eladó ládagép is. Ezt az új farmot oda fentre fogom építeni, igazából pont ezért mondtam, hogy milyen király, hogy itt van egy nagy terület, és szerintem el is kezdem lehelyezni ezeket az ércgenerátorokat. És hogyha ezt ide leteszem, akkor ezt elméletileg ki is üti majd abban a pillanatban, amit betettem néhány darab szenet ide. És egy darab szénért cserébe elméletileg ki is üti ezt a blokkot, igenis ez ki is ütötte. Ez nyilván most nem éri meg nekünk, mivel a szén az többbe kerül. Viszont hogyha fejlesztjük ezt a generátort mondjuk maximum szintre, hát az első az 500, ez 2000, 3000, 8000, 10000, 25000, 30000, 50000 és 100000 elméletileg az utolsó szint, igen. Így már szenet ad a legrosszabb esetben, és vasat is ad netherite-ot. Szóval ez így egy nagyon király farm nekünk, mert ezeket el tudjuk adni drágábban, mint a szenet. Mint például itt van az első gyémántunkat, meg restónunkat már meg is kaptuk. Egy darab szén az 25-be kerül, veszek is több stacket, csak hogy megnézzük, hogy mennyi profitot tudunk itt csinálni. Viszont a gyémántot, ahogy nézem, 500-ért tudjuk eladni, és eléggé gyakran kapunk gyémántot, meg most megnézem azt, hogy a vasat mennyiért tudjuk eladni. Hát 2 darabért 90-et kaptunk, szóval ez rendkívüli módon megéri. Azt hiszem 16 darab ilyen érzgenerátor lehet egy szigeten, és mindegyiket most elkezdem felfejleszteni maximum szintre. Ez rengeteg pénzünkbe fog kerülni, de ez egy nagyon megérős farmám. Vásárolok még egy csomó érzgenerátort, kimegyek a spawnra. Vettem is 11 darab érzgenerátort és 11 darab blokk kiütőgépet most már. Kellene még 100 000 egy ilyen közeli tárgy felszedő, ez is nagyon jó lesz. Na, ezt így rendeztem el, és szerintem jöhet ide elé a következő sor egyből. Na mindegy, viszont most az összes generátort fel kell fejlesztenem maximumra, hát ez szerintem majdnem 1 millió lesz darabonként. És le is teszem ide ezt a közeli tárgy felszedő blokkot, ennek a lényege az, hogy most leteszünk mellé egy aladó ládát, és akkor be fog indulni maga a generátor, aminek a lényege az, hogy itt most a közelünkben kidobott itemeket felszed időnként, és láthatjátok, hogy ebbe a ládába automatikusan beteszi, viszont ez az aladó láda
pedig automatikusan el is fogja adni azokat. Viszont ezeket a vasokat kiszedem belőle, mivel ezekből most hoppereket fogok craftolni, hogy legyen egy automatikus szénbetöltő rendszerünk is. Na meg is építettem teljes mértékben a farmomat, kellett craftolnom egy csomó hoppert, és úgy csináltam, hogy ide tettem 4 darab dupla ládát, és mindegyiket teletettem szénnel. És egy-egy dupla láda az másik 4 ilyen generátort lát el szénnel, és így tulajdonképpen, hogyha ezek mindig meg vannak töltve, akkor az összes generátor is meg lesz töltve. Ez az eladó láda pedig mindig sokkal több pénzért adja el a benne levő érceket, mint amennyibe került nekünk kitermelni. A másik előrelépés pedig az volt, hogy meglettünk 7-es szintűek, mivel itt afkoltam így a mob farmunk mellett, ami folyamatosan öli meg itt nekem mobokat, és megkapom belőlük az XP-t. Azon gondolkodtam, hogy lehetséges, hogy bővítenem kellene ezt a monster trappet itt, azt viszont nem tudom, hogy le tudnék-e tenni még egy mobsebző generátort. Veszek szerintem még egyet is teszteljük le. Letettem ide fölé még egyet, és ahogy nézem, ezek tökéletesen működnek, úgyhogy felfejlesztem szerintem mindkettőt egy magasabb szintre, egy kicsit gyorsabban működjen ez az XP farmom. Viszont ha vásárolnék még több spawnert, azzal még tovább tudnám ezt fejleszteni. Veszek még szerintem 6 darabot egyelőre. Jó, ezeket le is tettem, viszont így most már ezeket a mobsebző generátorokat még tovább kell fejlesztenem, mert nem lesznek elég gyorsak. Ó, jaj, viszont abban nem gondoltam bele, hogy a mobsebző generátorok meg fogják ölni a csirkémet meg a teheneimet. Na mindegy, amúgy sem nagyon használtuk volna őket semmire. Na, be is fejeztem ezt a farmot, és AFK voltam itt egy-két napig, és azt tapasztaltam, hogy körülbelül 10 perc alatt 300 XP-t termel ez a farm. Láthatjátok, hogy már mindjárt 8-as szintűek vagyunk. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy szerintem afkolni fogok, ameddig el nem érjük ezt a szintet. Nagyon fontos lesz nekünk a 10-es szint, mert meglátjátok, hogy miért. És el is értem a 10-es szintet, ez nagyon király, most lemegyek a spamra és mutatok nektek valamit. Itt az egyedi itemeknél, hogyha ide megyünk a boss spam tojásokhoz, akkor ezt a Wither King spam tojást meg is tudjuk venni. És meg is vásárolom, és hát lehetséges, hogy még nem leszünk ez eléggé erősek, de azért megpróbálom legyőzni hátha. Viszont arra döntésre is jutottam, hogy veszek egy ilyen harcos pengét, ez egyen jobb, mint a végzett penge. 140 000 dollárba kerül, de azért csak sokat érek ezzel. És le is megyek a Netherbe, és el is megyek erre a szigetre, ahol le is tudjuk idézni ezt a bosszot. Azt, hogy ez mennyire lesz erős, ezt nem tudom, de elméletek, hogyha akkor én most ide beugrok, akkor igen, átteleportáltam ide, és nem tudom pontosan ezzel mit kell csinálni, nyomjam meg így, és ó! Le is idéztem. Jézusom, nagyon sokat sebez. Van egy ilyen megérzésem, hogy ez még egyedül gyengék leszünk. Igen, és meg is haltam instant. Na, rájöttem, hogy ezt egyedül nem fogom tudni legyőzni, hogy írtam a chatre, és meg is jelentetek itt, úgyhogy szerintem induljunk is le. Lehetséges, hogy most vennem kell egy új spam tojást, mert azóta már eltelt egy csomó idő, hogy újra leidézzem. Meg kellett vennem újabb 100 000 dollárt, de most, hogyha már ennyien le tudjuk győzni, akkor remélem, hogy meg is éri. Na, meg is kérdeztem tőle, hogy mindenki készen áll, és azt mondták, hogy igen, szóval ugrok is be ide a portába, és amint meg is érkeznek itt a szövetségeseim, azonnal le is idézem, és nézzük meg, hogy vajon ennyien le fogjuk-e tudni győzni ezt az eléggé komoly bosszot. Jaj, már is nagyon lesebzett. Azt nem ígérem, hogy nem fog közben meghalni párszor, de azért megpróbálok én is részt venni valamilyen szinten a harcban. És most újjá élet az erősebb Wither King, mert már 1200 életnél tartunk, ami nagyon király, viszont nagyon keveset bírok csak belesebezni, mert azonnal megöl. És már csak 14 élet, és igen, sikerült is legyőznünk a Wither Kinget. Ahogy nézem, lootot nem kaptam belőle sajnos, mert hiába nem tudtam bele eleget sebezni. Sőt, nem is az volt a baj, hogy nem tudtam eleget belesebezni, szerintem ebből az egy bossból csak egyetlen egy lootot kapnak az emberek. Szerintem itt az ideje, hogy vásároljak még egyet. Jó van, akkor szerintem veszek több darabot, és ezeket megpróbáljuk legyőzni, remélem, hogy az egyik lootból legalább fogok kapni, hogy valaki majd megosztja velem, meglátjuk, ezt végül is szerencsém múlik. És le is győztük az összes Wither King boss, ha bár ez egyáltalán nem az én érdemem volt, mert ezek a játékosok nélkül tényleg semmi esélyem nem lett volna. Viszont ezek a bossok egy darab lootot dobnak egyszerre, viszont mindegyiket felvették sajnos helyettem, de Ninja Officiál olyan kedves volt, hogy elküldte nekem azokat a lootokat, amiket ő szedett fel, mivel vagy én vásároltam meg a videóba, hogy meglegyen nekem. Úgyhogy tök király, köszönöm szépen neki, és ilyen Wither király melvértet kaptam, meg Wither király petet, és Wither király nadrágot. Illetve valaki dobott nekem még 13 darab Wither King spam tojást, úgyhogy szerintem ezt most lerakom ide, de szerintem párat akkor még legyőzünk, hogyha tudunk, és akkor lehetséges, hogy meg lesz az egész set nekem. És meg is öltök azt a 13 Wither King tojást, nagyon köszönöm ezeknek a játékosoknak, akik itt voltak, sőt azért rajtuk kívül még sokan is segítettek, csak közben néhányan elmentek. És rengeteg utat sikerült összeszednünk, ilyen random dolgokat is, mint redstone, meg flint, meg magma krém, ezeket annyira nem értem, de kaptam egy Wither király fejét, ami nagyon király lesz, van egy ilyen Wither King petünk, igen, ez már megvolt az előbb is, és fel is veszem ezt a páncélt, ez egy sokkal erősebb páncél, mint a jelenlegi Halloween szettünk, úgyhogy nagyon király. Kaptam amúgy rengeteg ilyen végzett pengét, amit ma úgy pénzért is meg lehet venni, szóval nem olyan nagy cuccok, de legalább van ebből most egy csomó. És már csak a cipő hiányzik, de felmentem a marketre, és találtam itt 9 millióért Wither király cipőjét, amit szerintem meg is fogok vásárolni így most. És így emberek, meg is van a teljes Wither király szett, ez egy sokkal-sokkal erősebb szett, mint az előző volt. Így most lassabbak vagyunk, meg nincsen akkor a regenerációnk, viszont háromszor
annyi életünk van, illetve sokkal több védelmünk, úgyhogy nagyon jól jártunk most. Viszont azzal, hogy meglettünk 10-es szintűek, még két helyet is fellokkoltunk a világunkban. Ha kimegyünk a spawnra, nem csak egy nether portál találunk, hanem ott van egy end portál is. És ide kattintunk el is tudunk menni az endbe, viszont én most nem ezt fogom először megmutatni nektek, hanem az új bányát. Ha ide jövünk, van itt egy ilyen bányamester, ami ad egy ilyen napi csomagot. Hát itt kapunk érceket, én szerintem ezt most nem kérem le, mert nem szeretném, hogy megteljen az inventorim. Van lehetőségünk 3 darab szintre elmenni, nézzük meg az első szintet először, ez még rang se kell. De lényeg a különböző szinteknek az, hogy egyre durvább érceket tudunk innen kibányászni, ami eléggé megegyszerűsítheti azt, hogy fejlődjünk, viszont ezek nélkül is amúgy lehet fejlődni. Viszont menjünk le a második szintre és nézzük meg, hogy itt milyen ércek vannak. Nagyon királyú meg van csinálva, körülbelül úgy néz ki, mint egy 1.18-as bánya, és ahogy nézem, gyémántblokkok is vannak, az azért az eléggé hasznos. Igen, több helyen még gyémántért is ki lehet szedni. És ha lemegyünk a harmadik szintre, ami már elit rangtól elérhető csak, akkor már konkrétan lekerülünk egy ilyen deep darkba, ami azért érdekes, mert nem is vagyunk 1.19-ben, de mégis megcsinálták a készítők, hogy legyen egy ilyen bajom, és szerintem ez elképesztően király. Viszont van nagyon-nagyon erős 30-as szintű mobok vannak. Viszont kijöttem a bányából, mert valaki megidézett egy következő bosszot, amit még nem is mutattam meg nektek, az pedig a jégsárkány, viszont most nézem, hogy ez sajnos 15-ös szint kötelező, úgyhogy ezzel most nem fogunk tudni megküzdeni. Egyelőre szerintem elég volt most a bosszozásokból, meg dimenzió felfedezésekből, úgy építsük tovább a farmjainkat. Így hogy leraktunk alulra egy-egy eladó ládát, szerintem még 2-3 sor ilyen répaföldet rá lehetne építeni az jelenlegi farmjainkra. Úgyhogy most ezen fogok dolgozni. És tovább építettem a répa farmunkat, még 4 szintet ráhúztam, és így most már még több pénzt termel nekünk, ami nagyon király, viszont most szeretnék kimenni megint a lobbyba. Méghozzá azért, mert itt a marketen látok egyedi érceket, amelyeket valószínűleg az új bányákba lehet megszerezni, úgyhogy vásárolok is valami jobb csákányt, mondjuk ezt a Dream Miner-t, ami nem tudom igazából mennyire erős, de netherite csákány, és csak 150 ezer volt. És lemegyek a bánya legalsó szintjére. És itt, ahogy nézem, vannak ilyen egyedi ércek, viszont azt írja a chat, hogy csak egyedi barkácsolt csákánnyal lehet ezeket az érceket kiütni. Meg is nézem, milyen egyedi csákánnyal lehet ezt kiütni. Na rá is néztem itt az egyedi barkácsolásokra, és van itt egy ilyen új Warden csákány, ami hát brutálisan sokba kerül, lesz nagyjából lehetetlen, hogy megcraftoljuk. Viszont vannak itt olcsóbb csákányok, például ilyen gyémánt vagy netherite, vagy akár a vas is jó, az nagyon-nagyon olcsó. Úgyhogy vissza is jöttem ide a szigetemre, és az érc bányánkból ezt az eladó ládát kiszedtem, hogy az összes ércet összeszedjük, és akkor itt tudok belőlük ilyen csákányokat craftolni. Igen, és itt össze is gyűjt már néhány vas, ebből tudunk pár vasblokkot craftolni. És ezekből már meg is fogjuk tudni craftolni az első egyedi csákányunkat, nagyon király. És most ezt ki is próbálom. Na igen, ezt ki is szedem, és ahogy nézem, meg is kaptuk az első nyers lítiumunkat. Tök király, most ebből szerintem összegyűjtök rengetegen. Illetve itt már az első rubintunkat és zafírunkat is megtaláltuk, ahogy nézem. Viszont ezt örökké tart egyszerűen kibányászni, sőt nem is engedi a Skyblock, tehát azt írja, hogy 15 percet kell legalább online lennem, hogy ezt ki tudjam szedni. Na fel is jöttem a bányából, szedtem is 34 darab nyers lítiumot, amiből meg is nézem, mit lehet craftolni. Ahogy nézem, ilyen lítium elemeket lehet craftolni, ami valószínűleg ez a mély bánya generátorhoz kell majd, viszont ez Warden Shard kell, ami számunkra eléggé elérhetetlen, mivel a Warden az egy nagyon erős boss, ha bár még megpróbáljuk legyőzni. Szeretnék afkolni egy kicsit, hogy az ércbányáim termeljenek rengeteg minden nekünk, illetve el szeretném érni a 12-es szintet, úgyhogy itt az XP farmnak is futnia kéne. Szerintem nem lenne rossz ötlet venni még ilyen mobsebző generátorokat, úgyhogy kimegyek azért addig. Meg ha megtudok, akkor szerintem veszek még több zombi spawnert is. Vettem véletlenül 3 mobsebző generátort, mindegy. És le is tettem az összes generátort, és így már nagyon-nagyon nagy sebességgel ölik itt meg a zombikat, ami nekünk nagyon király. Illetve letehetnék még több spawnert. Kóltam is sokat a szigetemen, és meg is lettem már 16-os szintű, mivel véletlenül sokkal többet afkoltam, mint amennyit akartam, viszont itt egy szerencse malac a bányával, ami miatt be kellett, hogy kapcsoljam nektek a felvételt, mindenképpen ezt megpróbáljuk valahogy legyőzni, ha bár most eléggé laggol a szerver. És sikerült is legyőznünk, és nem tudom pontosan milyen lootot dobott, valószínűleg felszette itt a mellettem levő játékos. Ez azért nagyon-nagyon jó nekünk, mert vannak itt ilyen heti küldetések, és itt az aktív küldetéseknél van olyan, ami az volt, hogy meg kell ölnünk egy ilyen szerencse malacot, meg emellett még kéne készítenünk 64 emerald blokkot, meg 2 távcsövet, ami viszonylag egyszerű talán. És ezért meg kapunk 3 challenger tokent, amiből nagyon-nagyon jó itemeket lehet vásárolni. Na mindegy, szerintem még egy kicsit itt maradok, bányászok gyémántokat is, mert van egy olyan küldetés is, hogy sok gyémántot ki kell szednem. Illetve pár lítiumot is kiszedek, hogyha már itt vagyok. Na szedtem is egy rakás lítiumot, ma meg is csináltam azt a 64 lítium bányászós küldetést, viszont leidéztek egy Ice Dragont, szóval elmegyek ide ebbe a dungeonbe. Ahogy nézem, már 17-es szintűek is meglettünk, mivel a bányászatért gondolom kaptam XP-t, úgyhogy itt az ideje, hogy elmenjek én is a jégszigetre. Nagyon-nagyon királyul néz ki kívül ez a dungeon, az, hogy mennyire lesz nehéz ez a boss, azt nem tudom, valószínűleg brutálisan. És elméletileg
meg, le is spawnolt az... Úristen, leszpawnolt a jégsárkány, és ilyen külső nézetünk is van, nagyon-nagyon király, nagyon tetszik. Jézusom, és így nézhetjük is, ahogy körbe repül itt az arénában, nagyon jól meg van csinálva. Az viszont biztos, hogy én nagyon-nagyon félek tőle. Abban viszont nem egészen gondoltam bele, hogy ez a jégsárkány ez repül, úgyhogy valami ranged fegyver kéne, és nekem nincs ranged fegyverem. Jó, ahogy nézem, lehet így is sebezni, hogyha csak itt lent vagyunk. És legyőztük az Ice Dragont, viszont nem kaptam belőle lootot, bőven nem. Azt hittek nekem, hogy 6000 damage-et kell belevinni, és nekem még a 2000 se volt meg, szóval így nélkül ezt eléggé nehéz, mert valószínűleg akkor viszik be az emberek azt a sok sebzést, amikor lövöldözik innen lentről. Mindegy, szerintem visszamegyek a szigetemre, és ahogy láthatjátok, a 99. napnál tartok, ez azért van, mert véletlenül túlafkoltam magam. Úgyhogy mindjárt a 100. napon leszünk, de gyorsan el is jövök innen, hogy nehogy ez bezavarjon a videónak, és ahogy láthatjátok, nagyjából már végtelen ércet sikerült itt összeszednem magamnak. Meg kicsit tudtam üríteni a lootomat, mert ahogy nézem, megnyílt a Warden Dungeon is. Úgyhogy megint megyünk a lobbyba, és le is jöttem ide a bányának a legaljára, mivel itt fog megjelenni ez az új boss, ami nagyon érdekes, hogy 1.18-ban vagyunk, itt még nincs is Warden, de lemodellezték tökéletesen, és beraktak egy új, nagyon egyedi boss-t így. És 3, 2, 1, és jön is a Warden, ami egy brutál erős boss, Jézusom. Jézusom, de jól megcsinálták. Én nem tudom, hogy ez most meg fog engem ölni instant, de könnyen lehet, hogy igen. Áj! Hú, ez nagyon-nagyon necces volt, hogy most meghalljak. Igen, ez a boss, ez bőven túlságosan erős hozzánk jelenleg. Ne! Hú, meg is haltunk. Hát igen. Mindegy, ezekhez a bossokhoz még bőven gyengék vagyunk. Mondjuk az Ice Dragonhoz annyira nem, ott inkább csak egy íjat kéne beszereznünk, és az már meg is lehetne. Viszont visszajöttem ide a bázisomhoz, amúgy már megvan a 100. nap, viszont úgy hogy ezt a 100. napot ezt itt még végigjátszom, és kraftolunk egy-két dolgot. És kraftolok pár darab tápcsövet, mivel ez egy küldetéshez szükséges. Illetve még kéne kraftolom jó pár emerald blokkot. És meg is van a küldetés. Tök király, és kaptam 3 Challenger tokent, ami egy tök király dolog. Viszont van itt még egy küldetés, ehhez sok gyémántot meg restont kéne szereznem, illetve még kéne kraftolnom 32 aranyblokkot. Így, ez meg is van. Illetve ki kéne még sütni körülbelül 3 stack követ. És ezek a küldetések is megvannak, most már csak restont és gyémántot kell bányásznunk. Viszont ehhez szeretnék kraftolni egy egyen jobb csákány, sőt nem is egyen, hanem kettővel jobbat, egy ilyen gyémánt csákányt. Ez 16 gyémánt blokk kell, ennyit bőven szereztek a generátoraink, úgyhogy ezt meg is kraftoltam. És hát kíváncsi vagyok, hogy ez mennyivel lesz jobb, mint az eddigiek. És megvan az első Zafir. Is. És be is szedtem a megfelelő mennyiségű gyémántot, illetve redstone-t, amivel el is készült ez a küldetésünk is, és van 5 darab Challenger tokenünk. Na ki is megyek a spawnra. A Challenger tokenjeinket a business embernél tudjuk elkölteni, és 4 tokent fogok elkölteni, méghozzá ezt a gyógyító varázspálcát veszem meg. Ez számunkra brutálisan hasznos lesz, mivel ahogy láthattátok, a Warden az minket egészen egyszerűen legyőzött, itt viszont egy 8 másodperces cooldown-nal az életerünk 15%-át vissza tudjuk tölteni. És így most már a következő boss fight-nál sokkal-sokkal erősebbek leszünk. Na de emberek, ez a videó ennyi lenne. Rengeteget haladtunk, és több mint 100 napot játszottam igazából, mivel a bányában meg a lobbyba töltött időt azt nem számoltam bele. Ezt a videót több mint 40 óra volt felvenni, illetve 20 óra volt megvágni, úgyhogy ha tudtok dobni egy lájkot, azt nagyon megköszönöm, egyáltalán nem muszáj, de nektek csak egy kattintás is nekem nagyon sokat jelent. Illetve hogyha szeretnétek még erről a szerverről videót, akkor kommenteljétek azt, hogy hashtag Woodcraft. Ti is szeretnétek játszani ezen a szerveren, akkor a leírásban levő első sorokba találhatjátok meg a szerver IP-jét, illetve a szerver weboldalának linkjét. Bárki fel tud jönni, ez a szerver teljesen ingyenes, még eredeti Minecraft se kell hozzá. Na, Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!